Amióta a kosárlabda 3-3 elleni változata olimpiai sportág lett, egyre több csapat lép pályára különböző sorozatokban. A Krúdisok a megyei döntő megnyerését követően szolnoki és debreceni riválisokat legyőzve jutottak a Diákolimpia országos döntőjébe. A kecskeméti fináléban a csoportmeccseken a győriek és a székesfehérváriak ellen is magabiztosan nyert Kovács Tibor együttese. A legjobb 8 között már kieséses rendszerben folytatódott a torna. Itt a csapatok nagy részét NB1A-ban, NB1B-ben edződött fiatalok alkotják, tehát az utánpótlás krémje ott volt, és már minden győzelem vagy minden szoros mérkőzés nagy eredménynek számít. Ha csak azt mondom, hogy a második csapatunk a Körmentől és a Török Bálinttól minimális vereséget szenvedett, ezért is tisztes helytállásnak minősítem ezt, hogy ilyen nagyon jól szerepeltek, vagy akár a Vasvári, akik tavaly dobogó közelben voltak, a szoros mérkőzésken is, ha egy ponttal is, de sajnos most alul maradtak, nagyon kiegyenlített volt a mezőny. A következő fordulóban az MTK-nak az utánpótlásával játszottunk a Török Bálinttal, mondhatom, hogy ilyen szinten aránylag könnyebb mérkőzés volt, 5-6 pont volt a különbség. A 4 között pedig a Pécsi Akadémiának a csapatával, akik ismerősek a kosárlabdában, tudják, hogy azért Pécset nagyon komoly utánpótlás munka folyik, és egy nagyon-nagyon szoros végjátékban, de sikerült felülmúlnunk az ellenfelet, és a kecskeméti döntő, a Kecskemét ellen pedig én azt gondolom mindenki számára emlékezetes marad. A Kecskemét elleni 21-19-es győzelem egyben azt is jelentette, hogy a Farkas Dániel, Keul Tamás, Nagy Dániel, Pollák Balázs összetételű együttes kiharcolta a belgrádi ifjúsági világjátékokon való indulás jogát. A Krúdisok 3 éve Párizsban már képviselték Magyarországot ezen a rendezvényen. Nagyon nagy siker, eleve az országos döntő, és az, hogy alanyi jogon kiharcolta a csapat, hogy az ISF által rendezett nemzetközi középiskolás világbajnokságon, ahol 32 ország, Japántól Kínán, Chiléig keresztül, nagyon sok európai országgal együtt, egy nagyon nagy élmény lesz. Franciaországban ezt már megtapasztaltuk, mind kulturális, mind ismerkedési, mind az ellenfelek játékerejét, játékkultúráját megismerve, én azt gondolom, ez legalább olyan lesz. Nagyon nagy rendezvény lesz női-férfi vonalon, a női vonalon a Kecskemét, fiú vonalon pedig a Krúdi Gimnázium képviseli Magyarországot, szűkebben megyénket, illetve városunkat. A belgrádi világjátékokat június 23-a és 29-e között rendezik meg. Mivel a nemzetközi és a hazai versenykiírás között eltérés van a korhatárt illetően, az 1999-es születésű Farkas Dániel és Keul Tamás helyett a fiatalabb Sipos Timót és Mohácsi Ármin utazik Szerbiába.